Az őszi találkozó közel másfél évtizedes hagyomány a Az iskolák fontosnak tartják, hogy küldötteket delegáljanak, a diákok pedig szívesen vesznek részt a tréningeken. Ezek végén a tanulók rendszerint pozitív tapasztalataikról számolnak be. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó volt megismerkedni a többi diák önkormányzatos emberrel, a többi iskolai emberrel. A városi diák önkormányzattal is nagyon jó volt megismerkedni, nagyon érdekes volt, hogy miket csinálnak, nagyon sok mindent nem is tudtunk, hogy miket rendeznek. A program lehetőséget adott arra, hogy a városi, iskolai, valamint a kollégiumi diák önkormányzatok felkészüljenek az új tanévre. Ehhez kapcsolódóan kerülnek sor olyan feladat, főleg feladatokra, amik egy picit az érdekképviseletet, egy picit a rendezvényszervezést, egy picit az iskolai intézményi nyilvánosságot piszkálja, és erre épülnek rá azok a további elemek, hogy itt volt a hallgatói önkormányzat, akik bemutatkoztak, illetve egy kapcsolatot alakítottak ki, tehát már van egy közoktatás és felsőoktatás közötti kapcsolat itt Zalaegerszegen. A rendezvényre megérkeztek a városi önkormányzat képviselői is, akik meghallgatták indítványaikat. Segítettek megoldást találni a tanulmányaikkal kapcsolatos gondokra megkapják azokat az információkat, amiket utána vihetnek tovább a saját iskolájukba. A másik része pedig az, hogy itt gyűjthetnek össze olyan problémákat, amiket a, ami a diákokat érinti, és ezeket elmondhatják nekünk városvezetőknek, és mi próbáljuk orvosolni ezen felvetéseiket, megoldásokat találni, javaslatokat adni nekik, hogy hogyan tudnak ezekben előrelépni. A fiatalok az iskolai eszközök fejlesztési lehetőségeiről kérdezték a képviselőket, emellett a testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséhez kértek segítséget. Azt is elmondták, hogy szeretnének egy kis buszt, amivel könnyebben eljutnának a rendezvényekre, a mikulás ajándékait pedig könnyebben el tudnák juttatni a rászorulókhoz.